Hát most a költő szavai után hallgassunk meg ismét egy szólistát, Oroszi Pétert, aki kezdetben, már úgy értem pályája kezdetén, a Polbeatnek, vagy ahogy külföldön általában nevezik, a Protest Songnak akkori nagyjaitól, Bob Dylantől és Donovantól énekelt. Igen, hát először ezeket a számokat énekeltem, főleg azért tetszettek, mert egyszerűek voltak, de ugyanakkor sokat mondok, és szinte azonnal fel tudták kelteni a közönség érdeklődését. Hát most viszont minden érdeklődésünk a tied. Mit hallunk, Péter? A Kitaszítottak éneket című szám. Kitől? Saját szerzemény. Köszönöm szépen, parancsolj! Ginzberg, tereld össze nyájad, közönyből nem lesül kaland. A törvény s az elnök úr köp rátok, üvöltés nem használ, itt sem harang. Dév, a hobó behívóját tépte, azóta Kanadában csavarog. Rühellem, ha engem tép az akna, és egyáltalán hol van Ázsia? Hol a Rucker 160-nal szágul, onnan hová mindegy abszolút. Ha faterizzad, még sincsen dohánya, inkább nem melózom ki az Isten bánya. Zsák, a provó mély álomból réved, őt égi gyémánt várta és lüszi. Az egyetemen végsőt üt az óra, a földet nincs időnk rendezni újra. Méri a hippi egy lantot penge, s az unatkozó turista bámul. Itt szertehetsz egy szép magán vagyonra, de én közös vagyok, ez az élet sója. Walter a Gemmler az utcát rója, és minden nap többször elmereng. Két háború, oly súlyos tanulság, újra fasisztával van tele az ország. Hé, Ginzberg, tereld össze nyájad, közönyből nem lesült galam. A törvény s az elnök úr köp rátok, üvöltés nem használ, itt sem harang. Köszönjük szépen, Péter, és most következik.